Köszöntöm az Emplén Televízió nézőit, Hír Hét című hírműsorunkat látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Anyák napja másként fotó és levél segítségével találkoztak a Köveshegyi idős otthon lakói az ünnep alkalmából szeretteikkel. Apróbb lépésekkel, de elkezdődött a tokai református templom megújítása. Küldetése a járvány idején is támogatják a legszegényebbeket a sátoraljaújhelyi piharisták. A járvány veszélyi, illetve az ezzel összefüggésben álló látogatási tilalom ellenére is megünnepelték a Köveshegyi idősek otthonában az anyák napját. A személyes együttlétre most nem volt lehetőség, ezért egy különleges módot kerestek az intézmény dolgozói és vezetői, az édesanyák és gyermekeik, nagymamák és unokák találkozására. Az idős otthon valamennyi lakóját lefotózták, és a fényképet egy levél kíséretében elküldték a hozzátartozóknak. A kezdeményezést az idős otthon lakói és hozzátartozóik is pozitívan fogadták. Az anyák napja a családok egyik legszebb ünnepe, amikor a gyerekek megköszönik édesanyjuknak, az unokák nagymamájuknak azt a rengeteg szerető törődést, mellyel a mindennapok során nevelik őket, gondoskodnak róluk. Sokak számára az idei anyák napja mégsem telhetett az igazi meghittségben a járványveszély miatt. Az Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi idősek otthonának lakói már közel két hónapja nem találkozhattak hozzátartozóikkal, ezért az intézmény vezetői, dolgozói, hogy enyhítsék a találkozás hiányát, különleges módot találtak a kapcsolatteremtésre. Fotót készítettek a bennlakókról, és egy levél kíséretében elküldték a szeretteiknek. 34 éve működik az intézményünk, már sok rendkívüli eseménynek ki volt téve az intézmény, az itt dolgozók és az itt lakók. Még ilyen helyzet nem volt, hogy járvány veszély miatt le kellett volna zárni az épületet. Sokat gondolkodtunk azon, hogy közeleg az anyák napja, és ez meg fogja viselni az idős embereket, az itt élőket, valamint a hozzátartozókat. Egyik kolléganőnek született egy ötlete, hogy mi lenne, hogyha fotót készítenénk valamennyi bent lakóról, és egy kedves levéllel azt a hozzátartozóknak elküldjük. Az ötlet sikert aratott az idősek és hozzátartozóik körében is. Az idős otthon lakói nagy izgalommal készültek a fotózásra, a rokonoktól pedig rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a levélre. Úgy gondolom, hogy jó ötlet volt, jól sikerült ez a meglepetés. Megköszöntük a hozzátartozóknak a türelmet, a figyelmességet, hogy betartják az intézmény által előírt látogatási tilalmat, nem sérelmezik, biztonságban érzik a hozzátartozóikat itt az intézetbe, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a hozzátartozóktól, ami nekünk problémát okoz, hogy nem minden hozzátartozó rendelkezik. Tehát 80%-nak tudtunk küldeni e-mailt, mert aki számítógéppel és internet hozzáféréssel nem rendelkezik, ott nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel. Ezeket a fotókat ki fogjuk színesben nyomtatni, és akik e-mailen nem kapták meg, azoknak kézbe fogjuk odaadni ezeket a fotókat. A Köveshegyi idősek otthonában közel két hónapja, március 9-től fennáll a látogatási tilalom. Az intézmény vezetése mindent megtesz az idősek védelmében, de emellett fontos a hozzátartozókkal való kapcsolattartás. Ennek volt egy szép példája az anyák napi kezdeményezés. A tokai református egyházközség régóta dédelgetett álma, hogy templomuk kívülről és belülről is megújuljon. Ezt nem csak a közösségi szellem és a hit erősítése igényli, hanem az is, hogy a templom számos területen magán hordozza az idő vasfogának nyomait. Legelső lépésként az érintés és villámvédelemmel kapcsolatos hiányosságokat sikerült megoldani, és remélhetőleg bár lassú lépésekben, de megkezdődhet a templom megújítása is, mondta híradónknak Jócik Tóth Orsolya református lelkész.
A tokai református templom kívülről már megérdemelné a felújítást, és bár a belső tér szépnek tűnik, számos problémát rejt magában. Ezeket szeretné orvosolni a helyi egyházközség azáltal, hogy lépésről lépésre újítják meg a templomot, mondta Jócik Tóth Orsolya református lelkész. Hozzátette, hogy minden törekvésüknek most ez a központi eleme, amelyhez első körben az anyagi lehetőségeket és lehetséges forrásokat igyekeznek megszerezni. Ennek egyik első lépése volt az érintés és villámvédelem kialakítása. A tokai református egyházközség még a tavalyi éven kapott felszólítást a katasztrófa védelemtől, hogy azokat a hiányosságokat, amik érintésvédelem és villámvédelem területén jelentkeztek a templomunkkal kapcsolatban, pótolja az egyházközség. Tehát tulajdonképpen már tavaly ősszel elkezdődött ez a folyamat, vagy munkálatoknak is lehet hívni, azzal, hogy megpróbáltuk összegyűjteni ennek a munkálatoknak az anyagi hátterét, hiszen több millió forintos felújításról beszélünk. Ugyanakkor ezek olyan dolgok, amelyek semmi látványos elemet nem mutatnak, vagy nem takarnak, mégis létszükséglet ahhoz, hogy a templom biztonságosan használható legyen. Ehhez a folyamathoz több ponton jutottunk el, illetve több ponton mentünk át, jótékonysági koncertet rendeztünk, adománygyűjtést tartottunk, a gyülekezet szépen adakozott erre, illetve Magyarország kormánya is segítette a felújítási munkálatokat. Hogy pontosan mit akart a felújítási munkálat, amint említettem, az első körben a templom érintésvédelme állítódott helyre. Ez gyakorlatilag az áramforrásoknak a helyes kialakítását jelentette. A második lépésben, ami éppen a napokban fejeződött be, pedig a templom villámvédelmének a helyreállítása történt meg. Ez főképpen külső munkálat, a templom tetőn való munkálatokat jelentette elsősorban, hiszen a legmagasabb ponttól haladtak lefelé a munkálatokban. A késő barokk stílusú templom 1802 és 1822 között, a tornya pedig 1896-ban épült. Az, hogy a teljes templom megújulhasson, még sok szervezést, tervezést igényel, tette hozzá a református lelkész. Ahogy mondtam, ez számunkra egy nagyon nagy lépés volt, hiszen több millió forintos munkálatról beszélünk, ugyanakkor egy nagyon pici lépés az a templom összességében, vagy az összfelújításban. Mi nagyon szeretnénk kívül és belül is felújítani a templomot. Gyakorlatilag ez festéssel, külső és belső festéssel, homlokzatjavítással, szellőztetéssel, tehát hogy amit így hívnak, hogy a vizesedés elhárítása kapcsán megtörténjen, mindezeket tervezzük a templommal kapcsolatban. A gyülekezeti tagjainknak a templom a második otthonuk. Számtalanszor ír a zsoltáros arról, hogy milyen vágyódása van az Isten házába, a templomba, ezt mi ma is megéljük. Tehát, hogy hiába választanak el a zsoltárostól évezredek, érzésben nagyon közel vagyunk hozzájuk, és most is gyönyörködnek a gyülekezeti tagjaink bármilyen kis munkálatban, és nagyon hálás szívűek azért, hogyha ez elvégződik. Nagyon jó megtapasztalni azt, hogy egy nagyon különleges helyen élünk, hiszen ez egy világörökségi magterület Tokaj, és tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy így őrizzük kincsként a templomunkat is, hiszen a templomunk ennek része. A templom belsőben látható repedések azt is jelzik, sokáig nem váradhat magára a teljes templom megújítása sem. A Sátor Aljaújhelyi piarista jelenlét küldetése, hogy a legszegényebbeket támogassa, benne különös figyelemmel a gyerekekre, kisgyermekeket nevelő családokra. A nevelésben, oktatásban vállalt feladatuk a piarista tanoda, amely a Deákuti épületben valósult meg a koronavírus járvány előtt. Most a karantén idején abban segítették a családokat, hogy számítógéphez jussanak, valamint támogatóik segítségével több tonna tartós élelmiszert és tisztítószereket osztottak szét. A piarista szerzetesek és a mentortanárok az online térben továbbra is segítik a diákokat a felzárkóztatásban. Adományok, melyet a Sátor Aljaújhelyi piarista jelenlét kapott meg a helyi családok támogatására. A koronavírus járvány óta a szerzetes rend új helyi tevékenysége is átalakult. Az alapfeladat a családok, szegény sorsú gyerekek támogatása ugyanaz, ám ők is másképp fordulnak a piarista tanodába járó gyerekek és szüleik felé. Elsősorban úgy, hogy adományokat osztottak, például laptopokat szereztek be, hogy a támogatottjaik is tudják tartani a lépést az online távoktatásban, valamint úgy, hogy ahol szükség volt rá, élelmiszert és tisztítószereket adtak. Az esélyegyenlőség felé tettünk egy
picin lépést azzal, hogy minden tanodás család számára biztosítottunk egy laptopot, illetve a laptophoz korlátlan internet elérést is biztosítunk a számukra. Így akkor a feladatok már ott vannak a gyerekeknél, ott van a családban, és akkor ehhez kapcsolódik a mentorálásunk. A gyermekeket felosztottuk magunk között, és akkor minden mentorhoz tartozik 3 diák, akikkel rendszeresen találkoznak az online térben, és akkor így a házi feladat megoldásában és minden egyébben tudunk nekik segíteni, amíg így a családoknál szóba jöhetnek. A piarista jelenlét a városban nem csak templomi közösség, oktatás, szociális segítség, önkéntes és mentorprogram, gyermekek és tinédzserek támogatása, felzárkóztatása szerepel a munkájuk között. Így nem csak azokat a gyerekeket érik el, akik a tanodába vagy a piarista segítőpontba járnak, de rajtuk keresztül a szüleiket vagy éppen más rokonaikat is. Több mint 60 gyermek és család van így a látókörükben. Ám ha kell, úgy segítenek, ahogy tudnak. Így például szárítógépet adományoztak a kórház sürgősségi osztályának néhány héttel ezelőtt. Nem csak a tanodás családokat, hanem a minden más sátorolja újhelyi tevékenységünk által hozzánk kapcsolódó családokat tudunk így segíteni. Éppen a közelmúltban számoltuk össze, hogy azok a családok, akik valamilyen formában hozzánk kapcsolódnak, ezekben a családokban körülbelül 60 gyermek él. Tehát így akkor így hozzávetőleg 60 gyermeknek és az ő családjuknak tudunk így segíteni. És akkor azt is megjegyezném, hogy nem csak támogatást kérünk így a partnereinktől és a támogatóinktól, hanem mi is igyekszünk a várost is segíteni. Például volt egy, vagy van egy szárítógépünk, egy vonalatúj, amit a sürgősségi osztálynak adományoztunk most így ebben a helyzetben használatra, úgyhogy így igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a városi közösségünk a lehető legjobban testi és lelki épségben is a lehető legjobban kerüljön ki ebből a helyzetből. A sátoraljaújhelyi közösséget az elmúlt egy hónapban számos cég, magánember, budapesti diákok támogatták, de volt már rá példa, hogy egy helyi konditerem közösségének felajánlását fogadták el. Most az 1% felajánlás során is országosan várják a támogatásokat, hiszen minden adóforint, ami hozzájuk érkezik, a legelesettebb családokhoz jut el, tette hozzá a szerzetes. Egymást követően borulnak virágba kultúrnövényeink. Barack, alma, körte, repce. A szépszínes virágok azonban mit sem érnének, ha nem lennének olyan élőlények, amelyek a beporzásukat végzik. A beporzók egyik legjelentősebb csapatát a méhek alkotják, de számuk drasztikusan csökken, ezért a veszélyeztetett fajok listájára is felkerültek. Megmentésükre a természetvédők egyre több fórumon igyekeznek felhívni az emberiség figyelmét. Ezek közé a felhívások közé tartozik, hogy a Földfigyelő Intézet a világ legfontosabb élőlényeinek választotta a méheket. Ez egy napi termés. A tavaszi meleg napsütés hatására, téli nyugalmukból felébredve, megkezdték szorgos munkájukat a méhek is. Ezek az élőlények, amilyen kicsik, olyannyira végeznek hasznos és nélkülözhetetlen tevékenységet. Például nekik köszönhetjük mezőgazdasági termékeink mintegy 70%-át. Mégis egyre többször hallunk arról, hogy veszélyben vannak, tömegesen pusztulnak. Ez már friss méz, ami csillog benne. A méheknek a 90%-a eltűnt a földről, ugye ez egy elég hatalmas nagy szám, és ugye mivel nagyon fontos a mezőgazdasági növényeknek a 70%-át ők porozzák, tehát ez azt jelenti, hogy 100 termék vagy termésből 70-et a méhek beporzása által tudunk mi fogyasztani, vagy esetleg más módon hasznosítani. Ugye mind beszélünk így gyümölcs-zöldségfélékről, de tovább mehetünk olyanokba is, hogyha tovább gondoljuk a dolgokat, amit nem is közvetlen fogyasztunk, mondjuk valamilyen növénynek a magja, amit a magját elültetjük és abból lesz valami, ahhoz is beporzás kell, amit nagyrészt a méhek végeznek. Vagy ha még tovább gondoljuk a dolgokat, akkor tovább mehetünk oda is, hogy
a marha, szarvasmarha tenyésztés vagy legelő állatok. Ugye a lucernát, a lóherét szintén a méhek porozzák, tehát összefügg egyik a másikával. És még nem beszéltünk azokról a számtalan természetes termékekről, melyeket ezeknek a kisméretű szárnyasoknak köszönhetünk, virágpor, mépempő vagy éppen a méz, melyek egészségre gyakorolt jótékony hatásait már évszázadokkal ezelőtt felismerte az emberiség. Szerencsére egyre több kezdeményezés is irányul a méhek védelmére, ilyen például a hazánkban március 10-én ünnepelt beporzók napja, vagy hogy az elmúlt évben a Földfigyelő Intézet a világ legfontosabb élőlényeinek nyilvánította a méheket. Egyre több felhívás, rendezvény, program van azért, hogy megismerjék az emberek mind a beporzók, mind a méhek világát, illetve megpróbáljunk arra odafigyelni, hogy hogyan és mit kellene másképp csinálni az életünkbe. Ugye, tehát ehhez egy erős, elég erőteljes összefogás kell. Igen, én is úgy látom, hogy talán egyre felkapottabb. Reméljük, hogy ez egy folyamat lesz, és egy felfelé szálló ág. Én látom az ország élén is egyre több támogatást kapunk. Voltak megint új kezdeményezések, ami a méhészeket támogatja. Ez is egy nagyon jó dolog. A méhek védelméért egy kis odafigyeléssel mi magunk is tehetünk. Már az is nagy előrelépés jelent a szárnyasok védelmében, ha kevesebb toxikus növényvédőszert használunk a kertekben, a kultúrnövény állományokban. Eredménye szolgálati tevékenysége elismeréséül a rendőrség napja alkalmából Szent György érdemjelet vehetett át Kocsis Péter rendőrfőtörzászlós. A Sárospataki Rendőrkapitányság munkatársa híradónknak elmondta, 2 évtizede szolgál a rendőrség kötelékében, tudatosan készült erre a hivatásra. Emberileg és szakmailag is elismerés volt számára az érdemjel. Kocsis Péter rendőrfőtörzászló sokak számára ismerős lehet, hiszen már 2 évtizede a Sárospataki Rendőrkapitányság állományában végzi munkáját. Gyerekeket oktatott közlekedési ismeretekre, volt iskolarendőr is, de elsősorban a közlekedésrendészeti osztály munkatársa. A rendőrség napja alkalmából a 2 évtizedes munkát ismerte el Pintér Sándor belügyminiszter a Szent György érdemjel adományozásával. Én úgy gondolom, hogy a Sárospataki Rendőrkapitányság életében, amikor egy már több mint 20 éve szolgáló kolléga a belügyminiszter úrtól az Országos Rendőrfőkapitányságon veheti át a Szent György érdemjelet, ez mindenféleképpen egy jeles alkalom. Jeles annak a személynek, aki ezt megkapja, illetve magának ennek a kis közösségnek, a kapitányság teljes személyi állományának. Hiszen ez egy korlátozott számban rendelkezésre áll és évente kiosztható tulajdonképpen elismerés, amely a Szent György, mint a rendőrség védő szentje napja alkalmából kapta a kollégánk. Szent Györgyről annyit érdemes azért tudni, hogy Diokleciánusz császár idején élt, egy katonatisztként, katonatiszti foglalkozása volt, aztán a hite miatt a keresztény üldözések során ha életét vesztette, és ő a hit, a bátorság és az önfeláldozás jelképe. Ugyanis ezeket az erényeket a ma rendőrének is mind gyakorolnia kell és bírnia kell vele, ahhoz, hogy a hétköznap mindennapi szolgálatát el tudja látni. Kocsis Péter rendőrfőtörzászlós elmondta, tudatosan készült erre a pályára, azóta is igyekszik hivatásként megélni azt. Több mint 20 évvel ezelőtt, érettségi előtt már gondolkoztam azon, hogy rendőr leszek. Tetszett a pálya. Sok ismerősöm volt, aki rendőrként dolgozott, illetve a kihívások, a benne rejlő feladatok mindig is tetszettek. Több mint 20 éve vagyok rendőr, ebből már lassan 20 éve vagyok Sárospatakon, 99-ben Budapesten kezdtem, majd ezt követően 2000 novemberében érkeztem Sárospatakra a közlekedésrendészeti osztályra, mint baleseti helyszínelő és vizsgáló. Közel 20 évig tevékenykedtem a közlekedés területén, majd 19 októberétől pedig szolgált irányítóként dolgozom itt a Sárospataki Rendőrkapitányságon. Ez a díj, ez meglepett. Viszont ez nem csak nekem köszönhető, mert egy ember nem tud elismerést elérni egy kis kapitányságon, ez egy közösség kell. Ez kellenek támogató parancsnokok, kollégák,
akikkel együtt kell dolgozni, és együtt lehet dolgozni, és akkor lehet eredményt elérni. A koronavírus járvány miatt az idei ünnepségi szigorúbb körülmények között zajlott a rendőrségi igazgatási központ auditoriumában. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Anyák napja másként fotó és levél segítségével találkoztak a köveshegyi idős otthon lakói az ünnep alkalmából szeretteikkel. Apróbb lépésekkel, de elkezdődött a tokai református templom megújítása. Küldetés: a járvány idején is támogatják a legszegényebbeket a sátoraljaújhelyi piaristák. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Számítunk majd akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!